A közúti forgalom előtt is megnyitották az új Zsezsely hidat, amely a 10-es koridor részét képezi, tehát itt mennek majd a gyors vonatok Belgrád és Budapest között. Egyébként a híd összesen 54 millió euróba került, ebből 25 millió eurót az Európai Unió finanszírozott. Az ünnepélyes megnyitón Johannes Hahn, az Európai Unió bővítési biztosa szimbolikusnak nevezte az új Zsezsely hidat, amely összeköti Szerbiát Európával. This beautiful iconic bridge connects your town with the other side of the river, but also your region and your country with your neighbors and the wider European Union, the European family. Alexander Vučić államelnök megköszönte az Európai Uniónak a támogatást, mondván Szerbia nem csak a híd építésekor számíthatott Európa támogatására, emellett pedig Szerbia jövője is Európában van. Pruga na ovom mostu projektovana je za brzinu voza od 160 km na sat. Tačno onoliko koliko i treba da požurimo da bismo stigli na odredište. I veoma sam srećan i vama, drage mašinovođe, želim dobar i uspešan rad, što možete da vidite naše nove vozove koje smo kupili od Švajcaraca za 100 miliona evra, zato što hoćemo da imamo najbolje vozove, da imamo najbolje pruge i da imamo najbolje puteve. Az új Zsezsely híd építése 2012-ben kezdődött meg, de a munkálatok befejezésének határideje többször is tolódott. Tulajdonképpen 2012-ben kezdett a híd épülni. Nagyon sok problémánk volt, és amikor 2014-ben az új kormány és a mi minisztériumunk fölállt, akkor úgy döntött a miniszterasszony, hogy átvesszük a beruházás irányítását, és annak érdekében komoly lépéseket tett a minisztérium. Utána körülbelül másfél éves húzavona volt az akkori tartományi hatalommal, úgyhogy tulajdonképpen az építkezés 2015. júliusától indult meg, és azóta folyamatosan folyt, és hát be is fejeztük, hál' Istennek, az építkezést. A megnyitón többek között Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, Pásztor István tartományi házelnök és Milos Vučević Újvidék város polgármestere is megjelent. Szerbia és Újvidék polgárainak 19 évet kellett várniuk, hogy az 1999-es NATO bombázásokban lerombolt Zsezsely híd helyén megépüljön az új vasúti és közúti híd. Ezután már nem lesz szükség a régi Zsezsely hidat ideiglenesen helyettesítő pontonhídra, így azt hamarosan szétszedik és kiemelik a folyóból, amivel ismét lehetővé válik a zavartalan folyami teherforgalom és közlekedés.